Sziasztok srácok, folytatjuk a Sleeping Dogs végigjátszását, és a mai részt el fogjuk indítani egy olyan küldetéssel, hogy mi is a címe? A Leendő Mennyasszony. Tehát a Leendő Mennyasszony nevezetű triád főküldetéssel indítjuk a mai részt, utána szépen majd megcsináljuk a rendőrös fő sztori küldetést is, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább a továbbiakban. Szóval érted? Na nézzük! Kezd felmenni egyébként Wayne-nek a dolga itt a triádnál. Előző részben találkoztunk az Atyaúristennel kb. Oh. Ja, és akkor a mennyasszony nekem kell vinni, ruhát venni, meg ilyeneket. Nem bánom. Ki vagyok én, hogy ellenkezzek. Jó, szóval a Leendő mennyasszony kell elvinnem shoppingolni. Pont az előbb volt arról szó, hogy az Isten felvitte a dolgunkat itt a triádon belül. Erre elkezdünk futárkodni. We've been planning for 8 months now, and there's still so much to be done. I'm sure it'll be fine. It better be perfect. My wedding has to be perfect. Igen, minden nő ezt mondja, hogy az esküvőjének tökéletesnek kell lennie, és egyébként tudom, hogy mennyi munkával meg előkészülettel jár egy ilyen esemény, mert Hugoméknak is pár éve volt az esküvője, és hát nem irigylem őket, hogy mennyi minden teendőjük volt előtte. If you're hard all the time, one day you'll forget how to be soft. Then what will you be? If you say so. I do say so. Virágok, ülésrend, vendéglista, anyám kínja, ülésrend. A virágok, az ülésrend. So how do you get on with Winston's mother? Programok. She's a handful, but you know. A helyszín, a fotós, a videó. That's worse than her bark for sure. Now she used to scare me, but then one day I was having a problem Zenit. With Winston. He wasn't paying enough attention to me, too distracted. Millió dolog. And Mrs. Chu gave him a big lecture in front of the whole gang. I thought she might use that cleaver on him. Ever since then, Winston's been an absolute doll. And even though she's still a girl, I know her heart is in the right place. Well, you're lucky. And my mother never liked my girlfriends. I guess it's hard for the moms. Well. I mean, you know, I used to have a thing for blondes too, and that drove her crazy. Not enough if I went out with a Chinese American girl. Az nincsen közelebb a városban virágból, csak a másik felén. She was loyal to her people. No, she's loyal to her prejudices more like. That too. Tudom, a másik oldalon kéne menni. Bocsánat. Úristen, egy kis koccanástól lement a hangulatának a fele. Ha kiszállok, akkor ez történik. Ott volt egy oltár. Én csak sofőr vagyok. Én csak furikázok. Most mi történik? Oh. Igen. Black orchids. This probably sounds silly, but it was my mother's favorite flower. And now that she's gone, I was thinking that I'd love to have a black orchid centerpiece. Oh. I'm afraid that's impossible. Miért lehetetlen? There are none to be found in Hong Kong. Really? Well, I thought they had some down at the Garden Temple. Well, yes, but they're not for sale. The other day, the CEO of Old Boy Trading wanted one for his daughter. He told him they offered Temple $100,000. They still say no. It's incredible, no? Aha. A black orchid. 100,000-ért sem adták el neki a virágot. Oh well, Wei, come on. Miért van az érzésem, hogy ezt a virágot nekem kell megszerezni és el kell lopni a templomból? All right. Next, we need to pick up the wedding cake. Na, mielőtt tovább mennék, kiszállhatok az autóból?
He knows I'm very... Where are you going? Nyugodjál meg, nem megyek messzire, csak ezt megláttam. És ez nekem kell. Bocs, bocs, de ezt meg kellett, hogy tegyem. Még akkor is, hogyha elbukom a küldetést. It's our wedding after all. And your wedding has to be perfect. Now you're getting it. Vészhelyzet? Mi a vészhelyzet? Felhívott a cukrászda, ellopták az esküvői tortánkat, az a seggfej kutyaszám lehetett, állítsd meg a rablót. Anyádat! A rivális banda már tortákat is rabol. Pocsába. She started down a particular road and couldn't get off of it. And my mother hoped that moving to San Francisco would shake her up. Change who she hung out with, you know? Did it? Yeah, for a while. But some habits die hard, you know? Some don't die at all. I'm sorry. Mi lenne, hogyha én a Choice-it kiraknám valahol? She passed away. I didn't mean to bring it up. És a tortát meg egyedül szerezném vissza. You know, it's good to remember where you came from and where you're going. Isn't that a van from the wedding cake company? De igen. Hang on. What are you doing? Megállítjuk. The guy had the wrong address. Winston asked me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Wait, slow down. Mi az, hogy lassítsak, akkor soha nem érem utol. You won't have your special cake at your wedding. What? Faster, faster, go faster. Egyből, gyorsan, gyorsan, gyorsabban. De az a furgon hogy megy gyorsabban, mint ez a sportkocsi? He's not pulling over. You're a gangster, do something. Get out there and get him. Szállj ki és kapja, mert oké. Mert ez egyébként olyan mindennapos dolog, hogy így az emberek így egyik autóról a másikra átugrálnak. De akkor fogd meg a kormányt, jó? Nem akart átugrani. Tudom, hogy meg tudom csinálni, csak nyugodjál meg, jó? Na várjál, kicsit közelebb megyünk, így. Meg tudjuk csinálni. Most! Fogd a kormányt! Várjál, inkább így, erre, jobbra megyünk, így. Fogd meg, nehogy leessek róla. Úgy. Jobb oldalt van a kormány, úgyhogy rögtön a sofőrt így elkapjuk. De ezért ne kapjak már vandalizmust, amikor még nem is én irányítom az autót. I don't know what dog eyes is paying you, but it's not worth it for a wedding cake. I don't know no dog eyes. This is for my wedding. My wedding is going to be perfect, you hear? Aha. Perfect. You want this cake, you're going to have to pry from my dead fingers, you hear? Az kiugrik az autóból. Úgy látszik, hogy a rivális bandánál is lesz egy esküvő, és ott is tökéletesre akarták megcsinálni, épp csak a mi tortánkkal. Rohadjanak el reggelre. No. Tell Winston I got the cake. Wow, that's great. I'll take it right to him. Na, meg vagy, minden jó van, Choice, benne van. All done. Oh, thank you, Wei. Thank you. You know, it makes me think. The wedding just won't be perfect without that orchid. We're going to the temple, aren't we? I knew you'd understand. Igen, el kell mennünk a templomhoz, és valószínűleg el kell lopni az orchidiákat. No, not anymore. Well, you're wrong, Wei. You have family, you have us. Biztos vagyok benne, hogy el kell lopni, mert előbb mondta a virágos, hogy 100.000 dollárért sem adta oda a templom. Hát akkor megszerezzük ingyen. A pokolra fogunk jutni. Menj már anyádba, honnan kerültél ide mellém? Szóval a pokolra fogunk jutni, meglopunk egy templomot. You're a good-looking man. Thanks, but I'm not looking for anything serious right now. I wouldn't want it to reflect poorly on you. You're still playing around, huh? Well, let me know if you ever change your mind. I know some nice girls. Na, megjöttünk. Van egy olyan érzésem, hogyha... Wait here, I'll be right back. Ja, hogy szereznem kell egy köpenyt. Akkor annyira talán mégsem leszek feltűnő.
Na, oda nézzé. Ezek a tetoválásokkal pont úgy nézek ki, mint egy szerzetes. Dumált ki magad szerzeteseknél, hogy leszakíthatsz az orridéjel. Mondom, most nézzetek rám. Szerintem tök hihető, hogy én egy istenhívő szerzetes vagyok. Azonnal! Ez kell a következő fejlesztéshez. 10% plusz. Hát az a 10% az nem volt valami sok. Oh, ott is van egy! You don't belong here. What is belonging, brother, when we're all part of the same cosmos? És kimagyaráztam magam, ennyi. Az univerzum dumát bedobtam, és az beveszi mindenki. Pedig itt ebben a templomban voltam már korábban, ha emlékeztek, egy ruhaboltnak kellett fényképezni ezt-azt. És itt az oltárt is le kellett fényképezni. És akkor miért nem vettem észre itt ezeket a szentélyi oltárakat, picsába? Nem is erre kell jönni, haló. Forgattam a kamerát. Elnézek oda. Hey, who are you? Well, who is anyone? When we are all each other, part of a single great organism that never dies. Ah, brother. So true, so true. Öcsém. Ez a szent beszéd, amit itt lenyomunk és bekajálják, érted? Bekajálják, hihetetlen. Hát de ez nem fekete, nem baj, majd belesznek fújva. És nyilván... Stop right now! Pont megláttak. Nem nagyon hagyta magát, hogy megfogjam. És akkor most meg bunyó, vereked ki magad. Hogy elhajolt? Milyen reflexeid vannak? Ezt véd ki! Mi a... Ott maradsz a földön! Anyád, ezek is tudnak ilyen ellentámadást csinálni! Támadj meg! Ott maradsz a földön, úgy! Aj, de rossz, amikor én kapom! Jó, mindjárt, csak itt láttam egy ládát. Jaj, ez is be van zárva. Ott volt pedig. Jó. 5000 pénz volt benne, nem olyan rossz. Meg Jiggler jelmez másolat. Miért nem akkor az eredeti? Na mindegy. Oh-oh, itt többen vannak. Na várjál. Te, nehogy hátba támadj engem. Te meg ne harangozzál már! Bazdmeg. Ezek kemények. Nem engedi, hogy átmenjek a át mögé. Oké, ez ellentámadásos lesz, mert ezek folyamatosan megütnek. Vigyázzat, jövök! Milyet kongott? Ah!
Aha. Az nem jó. Na, valaki megtámad. Úgy, úgy. Hú, mondjuk ilyet még nem láttam. Ez egy új mozdulat volt. Ott maradsz a földön, ugye? Meg te is. Így de kapta. Csoró szerzetes mit kapott. Húzzunk innen nagyon gyorsan. Nem tetszik nekem ez a sziréna. Azt hiszem jött a rendőrség. Pedig én csak egy virágot vittem a virágnak. Várjál, a másik oldal, mindig elfelejtem. Meg be se szállok, de az autó motorja már indul. How can I say no? Peggy, do you have any Winston's clothes in the back? I don't think these robes gonna make the right impression. What do you think about this? Yeah, sure. Bele se néztünk a csomagtartóba. Milyen ruhát kaptam? Oh, thank you, Wei. Thank you. Nagyon szívesen. And if you're gonna be my sister, the least I can do is help out with your wedding. Your mother would be proud of you. I hope so. Sometimes I wonder. No, I can see it. Life isn't perfect, it never is. But you have a good heart. Peggy, I... Nope, I know, women's intuition. It's the same with Winston, he talks tough, but underneath he's a very caring man, that's why I love him. Thanks. Elférünk. The secret, you do what you have to do, but you always remember your family. Remember the people who love you. Then you'll always be happy. Less crowded? I guess. Do you like it better here or there? No, in some ways, I was more comfortable there, but it wasn't home. Az nem volt az otthonod, de ott kényelmesebb. Jó. But I'm not sure. You know, Hong Kong. Home is home. Most komolyan, fuchsos trikós farmer? Thanks for being so helpful, Wei. I really appreciate it. Of course. Sometimes this wedding thing stresses me out. There's so much to get right, and you only get one try. Don't worry, Peggy. It's gonna be perfect. Uh-huh. Well, it's so yeah, nice to find someone you can really rely on. I can see why Winston likes you. Winstonnak van ízlése nőtéren. Nem a lőtéren, hanem a nőtéren. Kaptam ruhát. Szerzetes ruha, Winston szennyese. Winstonnak ilyen szennyese van, hogy egy ilyen vastag fuchs lóg a nyakamban mostantól. Az a szennyes. Fasza. Vizes utca. Na nézzük meg azt. Nincs is olyan messzi. Ó, versenyző. Mondjuk ezt az autóval tudok versenyezni, ez elég gyors. Ja, hogy nem úgy működik a dolog, tehát ki kell választanom egy autót. Arra ez a 600-as kupé. Csak ne lögdössetek, jó? Jaj, vedd már a kanyart! Megvan az első hely. Várjál, mert ez nem valami hosszú verseny. Már megvan a negyede. Harmada. Nem a armada, az egy kicsit más. A harmada. Menj innen! Mondtam, hogy ne lögdössetek. Fair versenyt akarok. Mondom, fair versenyt akarok! Easy. 83.
De lehet, hogy ez körverseny, nem? Nem, nem körverseny. Itt a finish. Ez egy ilyen rövid verseny volt. Nyertem. Teljesen fair volt a küzdelem, úgyhogy figyeljétek. Ó, fejlesztés. Nézzük, milyen fejlesztést kapunk. A lőfegyverek visszarúgása, amely esélyeklődik, lehetővé teszi a nagyobb tűzgyorsaságot. Jöhet. Itt alatta meg az élet volna, csökkenti a körözési szintet. Az sem rossz egyébként. Az esküvő. Ó, lakodalom van a mi utcánkban. Várjál már, ez nagyon messzi van. Ez mi ez? Ez. A halál ezervágása. Megcsináljuk majd az esküvős küldetést is. De kíváncsi vagyok erre a halál ezervágására, milyen valami izé. Mazoista emos brigád. Feltűnés kettő és érvágás. Na várj, ezt kerestem korábban! Ezt kerestem korábban, itt volt ugye a gyára, amit hát felgyújtottunk. Ezt a helyet kerestem az előző videóban. Megtaláltam? Kurva nehéz. De megyünk, folytatjuk a sztorit. Megyünk lakodalmazni. Majd vissza fogok jönni, meg fogom csinálni. Benne lesz a végigjátszásban is. Ott volt egy teherautó, láttam, amit el kellene lopni. Tehát benne lesz a végigjátszásban is, hogy én azt a küldetést megcsinálom. De több skill-lel, meg több életerővel fogok oda visszamenni. Mert én úgy érzem, hogy ez az élet, ami most van, ez édes kevés ahhoz a küldetéshez. Jó, nyilván ha nem érnek hozzám, akkor bőven elég, de én azt nem tudom megcsinálni. Vagy hülyén időzítem, vagy nem is lehet kikerülni az összes vágást. Nagyon nehéz. De nyilván meg fogom csinálni, csak nem most. Megnéztem, per pillanat túlhaladja a képességeimet. És az egészben egyébként az a legszebb, hogy már most nem tudom, hogy hány óra játékidő van a játékban. Tehát szerintem 5-6 biztos van. És még mindig a B-vel akarok dodge-olni, meg counter-attack-ot csinálni az Y helyett. Még mindig a kurva B-t nyomogatom, nem az Y-t. Na, esküvőzzünk. Menj el öltönyödért. De itt már voltam korábban és nem adnak rám öltönyt, mert egy senki vagyok. Az nem baj. Jackie, again. Stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Jól van. Jackie képes volt ezért felhívni, hogy dugóban van. Én csak most vettem fel a ruhát. Ja, hogy ez ilyen közel van, nem is kell messzire menni. Igen, megérkeztem. Wei, look at Lou Yao. I'm so happy you can make it. Congratulations, Peggy. You look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. Oh, eljött az öreg is. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, Mrs. Chu,
I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Megoldom. Grabbing in and making sure they know it's for him. I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Okay, megoldom. Megoldjuk. Most rám robbant volna az autó, Gertz. A picsába, itt baj van. Fuck. Jack, you there? Holy shit, did you see that? Azt a kurva, itt lemészároltak mindenkit. I'll find a way inside. I'll go get help. Messze már fel. Kurva nagy baj van, haló. Anyád! Nektek mennyire fog fájni, eltöröm az összes csontot a testetekben! Hoppá! Nézd csak! Itt van egy kötél! Pá! Írva anyádat! Te még élsz? Nem? Akkor lejjebb megyünk egy kicsit. Ó, ne bárd van! A kurva anyádat bárdos! Hallod, az meg neki át sírni, beszarsz! Fejezd, ma mit képzelsz magadról? Arra menj a földre! Nesze! Mondtam, eltöröm a csontotokat. Jó, akkor támadj! Akkor így intézlek el, kurva anyádat. Ja, azért nem lehetett bejönni, mert... Ezt ad ide nagyon gyorsan. Meg nagyon gyorsan menjél fel az égbe. Van-e még valaki? Szerintem elfogytak. Ne! Ketten meghaltak.
Ezt ad ide nagyon gyorsan, ez nekem szimpatikus. Gépfegyver. Az öreg! Az öreg! Mi? Az öreget ne hagyd már! A nőt nem öltem meg, jó. Jó, meghaltam, fedezékben voltam, és így lelőttek, leszarták, hogy fedezékben vagyok. Lépcső. Az buzis. Na, ezt így kell csinálni. Fú, nagybácsit keressük meg, tényleg, még ő is van. Picsába. Hol van? Hol az öreg? Ő nem halhat meg. Ú, de meglőtték. Shit. Uncle Paul, you're hurt. It's nothing but a little scratch. Csak egy kis karcolás, hogy ne? És lényegében időre megy, mert haldoklik az öreg. Gyerünk, 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 gyerünk. Az öreg nem halhat meg. Mondom, az öreg nem halhat meg! Lőjétek! Lőjétek őket, mint! Az esküvő szent dolog, ez így van. Ne érdekelj, mi folyik őt, lássátok el! Okay.
Az kemény. Na, szintlépés, ez az. Na nézzük. Ja, itt kell nézni. Aha. Ez kell. Az, ez a alsó, ez majd fog kelleni. Következő szint. Menjen megbeszélt helyre, Raymond. Most itt vagyunk a kórház előtt? Mondta, hogy itt vagyunk a kórház előtt. Nem. A megbeszélt helyre teleportált minket a játék. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Jó van, nem érdekel. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the weather. Again. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Red Pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Tudod mit, Vonsky? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Csáó egyfolytában egyébként ki akar minket vonni ebből az ügyből. Most egy újabb rémálom. Picsába. Ezek a rémálmok egyébként nagyon durvák. Jó, hát itt mondtam, régen játszottam a játékot, és vannak olyan dolgok, amikre nem igazán emlékszem. Tehát erre az esküvőre sem igazán emlékeztem. Na, nekem kell ez a póló, meg a terepnadrág, cipő, jöhet ez, fejfedő, nem kell, szemüveg karóra. Karóra jöhet. Jó. Na szóval az a baj, hogy most megint itt vagyunk a putriban. És ami életnövelőt láttam ott az esküvős küldetésnél, az a város másik felén van. Tehát ahhoz vissza kell jönni ide. Valahol itt volt. Hát én most oda biztos, hogy nem megyek vissza. Biztos, hogy nem megyek oda vissza most. Találkozzál ásszal. Jó. Akkor találkozzunk vele. ...48 másodpercig, vagy meddig? Hogy menjek? Törvénytisztelően. Tehát most is csak megálltam egy pillanatra. Ez baj. GPS. Rám jött egy pár bandita, aztán így eltűntek. Bánom is én, ha eltűnnek, csak engem hagyjanak békén most. Tökre elférek egyébként.
Mindenki nyugodjon meg. Szembesáv, kanyarba. Nem egy életbiztosítás. Meg is jöttünk. De várjál már, ha ez most itt van. Ja, de hát ez... Nem ott van, ahol az esküvő volt. Az esküvő az valahol erre volt. Elindítsd, szét akarok nézni. Azt hiszem szétnéztem és nem találtam semmi olyat. Na gyere. Hagyom, hogy utolérjél, na gyere. Most a hagyja békén. Láttam, hogy ott is villog valami, de az biztos, hogy nem oltár. Na. Ász hív. Kell mérni a telefonját. Valahol itt van. Ide kell jönni. Na nézzük. Hello? Hello? Is anyone there? Valahol itt van. Hello? Hello? Can you tell me where you are? What? He's dead. Ace is dead. Look, I'm coming to get you, okay? Trying to find you. Hang on. You gotta keep talking. Stay on the line, okay? He's got crushed. What row were you on? Can you hear me? I'm just standing here. My feet are wet. Ace is dead. Are you sure? Does he need an ambulance? He's gone. He's gone. Was it Hotshot? Are you there? Ez közösnek tűnik. Fucking hell. Ne tedd le, szétkapcsolt. Jó, legalább mi? Hát de, ja, hogy ez időre megy, a picsába. És hol az autó? A játék elvette az autómat, de kedves vagy. Menj már, nem érünk rá egész nap. Jó, hirtelen nem igazán értettem, hogy hogyan is kell bemérni azt a szart. Most már úgy nagyjából megvan. Jaj, nehogy már nekem gyere. Csába, nekem értem. Mi szar. Oszlop. Na itt, állj! Jó, és akkor most kell azt csinálni, hogy ez itt van, tartsd nyomva. És itt kell megkeresni az egyetlen közöset. Ez eléggé közösnek néz ki. He's
Bemérés kész. Az előbb ugyanezt csináltam, csak pont. Pont lejárt az idő. ...1300 métert kell megtennem, úgyhogy ne halljon meg Ász barátnőjét. De Ász meghalt, azt mondta telefonba. Kurva taxival kell oda mennem, az éjszaka közepén a szakadó esőben. Valahol itt vannak. Vizsgáld meg a balesetet. Ha valakit meg akarnak ölni, az balesetnek számít. Na, szerintem nem. Az igen. Jó vagy? Hogy lennél jól? Én úgy láttam, hogy ti kanyarodtatok erre. Kormány belerobbant a mellkasába. És hagyjuk el a helyszínt. Jó nagy segítség voltam. Ide jöttem, megnéztem. Ja, fényképezzem le az autót. Tessék. Küld el tanknek. Még hívjam is fel. Yes. Inspector, hotshot killed Ace. Damn it, wait, we were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Hagyd el a területet. Don't bother, I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but wait, I want him alive. Élve akarod. Hát, küldjek neki? Merre bújkálsz? Küldjük el neki! Elkaplak! Találkozzunk Victoria csúcson, hozd magad egy gyors kocsit. Hát, úgy gondolom, hogy én itt találtam egy gyors autót. A kurva! A paripákat nem bírom megtartani. Na. Most ezzel az autóval kell majd versenyeznem, akkor jó lesz, hogyha megszokom a kezelését. Mert, ha ezzel kell versenyezni, akkor nyernem kell! Persze neked pont jönnöd kellett szembe. Anyát, picsáját, vandalizmus már. Na, megjöttem. Na, mi van, te nagy menő? Versenyezzünk, azt akarod. Jó van. Próbálj meg engem megölni. A kurva anyádat! Még előbb is indult a mocsokláda.
A csaló fasz. Gyere csak vissza! Na gyere csak vissza, arról hat melyik. Úgyis elkaplak. Az én autóm biztos gyorsabb, mint a tiéd. Bazd meg. De nem már! Hát pattog össze-vissza az autó a falon. Na. Levágjuk az utat. Egy kicsikét. Hú, de nem úgy viselkedik ez az autó, ahogy kellene. Na csak érjünk ki valami egyenes szakaszra. Mint például ez. Aha! Shortcut! Buzi! Azt, hogy csináljak, lökjem meg. De hát élve kell. Mondjuk attól még kiütöm az autóját, attól még nem hal meg. Eddig is mindenki kiszállt. Gyerünk már! Rendőrök. Ez meg leszpónol elém! Na mi van? Jó, most le kell rázni a rendőröket. Kiütöttem a francba. Én mondtam. Kiütöm, rendőrök elkapják. Nem vagyok benne biztos, hogy jó felé jövök. Gyere, kéne lerázni a rendőröket. De leráztam őket. We picked Hotshot up. Little punk never shuts up. You should have seen the look on his face when we charged him with murder. He'll get 20 years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Impossible to say how many lives you've saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Jó, ezt megcsináltuk. Ügy lezárva. Elkaptunk egy gyilkost. Nagyon jó. Na milyen... Mrs. Chu bosszúja? Az új főnök. Az igen. A bosszú meg az új főnök, de mielőtt tovább megyünk. Teherautó visszaszerzés. Most csinálunk egy-két ilyen beszélgetős mellékküldetés. Oj, ez az autó, ez nem lehetne az enyém. Még a szervizköltséget is állom, csak hagyd legyen már egy ilyen gyors autóm. Van pénzem lóvéra, kifizetem. Aha, megpróbálunk. Mi kéne? Szálljék fel motorra. El sem mondtad, hogy mit akarsz. Hé, hey, buddy, tudnál segíteni? Na ne, szállj fel a motorra. És ennyi. Oké, hogy a küldetésnek a címe az adott, hogy vissza kell szerezni egy teherautót, de csáó nem mondta. Ott a teherautó. Megy az, megoldod. Tiszta halálos iramban. Mi van, Toretto? Jaj, dönts már rá, hogy merre menjek. Ó, még ez is.
Na gyere! A hülye! Jó, itt akkor azt hiszem legtráztuk. Gyerünk. Visszaszereztük a furgont, valahol oda kéne lemenni, egyébként ahova pont a rendőrautó leesett. Shortcut! Maradj itt! Maradj itt! Ne tűnj el sehova! Maradj ott autó! Túl messzire mentem a teherautótól? Na várjál. Na várjál. Azt megoldjuk. Azt megoldjuk, hogy ne kerüljek túl messzire tőle. Na. Most írt ki játék, hogy túl messzire kerültem. Na, ez megvan. Még kell kettő, és akkor kapunk még HP-t. Na most találjam ki, hogy hova kellene... Illetve hát tudom, hogy hova kellene elmenni, de hogy hol, milyen úton, hol a bejárat. Azt kéne megtudakolnom. Azt hiszem megtaláltam. Várj, itt bemegyünk. Ide. Igen. És parkoljak be. Akkor nyisd ki a kaput. Ajtót. Így. Hát ez éppen hogy befért. Nem nagyon... beszélgettünk. Ez itt milyen autó egyébként? Jármű volt. Vásároljunk már akkor autót. Nézzük meg, milyen autókat tudok venni, halló. Nézzük meg, hogy miket árulsz. Motor. Na most komoly ismerettségi szint kell. Szóval ebben a játékban nem vehetsz valami sportautót, mert senki. Ha veled mi történt? Mondjuk én arra gondoltam volna, hogy itt mondjuk lehetett volna a HP növelő, bár mondjuk itt volt a parkban, tehát ennyire közel szerintem egymáshoz. Nem raknak kettő, gyere már vissza, légy szíves. Az autó pedig olyan szimpi volt, állj meg, légy szí. Szálljunk be. És akkor még egy ilyen beszélgetés küldetést, ezt itt. A csalók sosem boldogulnak. Bocs, haver! Kell némi hírnév, hogy tudjak venni magamnak valami értelmes ruhát, autót, mindent. A sanszos, hogy ez is valami teherautós lesz, és motorral kell utána menni. Mondja! I got cheated again. Your brake control was losing to me, but he had a friend run me off the road. Guy was driving a big truck. He almost killed me. Will you help me? Someone needs to straighten him out. Jó, segítek. You sure you didn't just lose? I swear. Okay. Jézusom, az ilyen messzi van.
De mondjuk ez a gyors motorra a pikpak oda kell, hogy érjék. Ez az mennyi, fordulj itt jobbra. Itt balra. Jó. Jó, hogy nem veszi a kanyar. Jó. És erre. Van még másfél percem. Nem tudom, mire lesz elég. 800 méter. Csak utolérem ennyi idő alatt. Aj, de kár! De visszajövünk. Aj, de nem már! Most találom meg az összes oltárt. Amikor időre kell... Azt innen merre tovább? Amúgy. Hello. Son of a bitch. Hey, boys. This is the fucker who's been trashing our car. You're not seriously going to try something, are you? Are you an idiot? I guess I'm wrong. Get him! End the fucker! Kill this moron! I'm going to press the button. It's a singer. Először nagy melákat akarom elintézni. Pont ezért. Hogy ilyenek ne történjenek. Ezt véd ki! Ó, megint szét kell törni egy autót? Ho-ho-ho! Megoldjuk, megoldjuk! Csoró autó! Törd már szét teljesen! Na végre! Na! Ez a motor, ez nekem szimpi volt. Szállj föl. Jó, és... De... Kamera! Ne úgy forogjál már, hogy nekem ne legyen jó. Na, szóval. Itt volt oltár. Valahol. Itt van egy oltár. Ezt kérem. Ú, ott messzi is csillog egy. Jó. Aztán valahol arra. Valahol erre is volt. Vagy pontosan hol? Hát nem erre.
Állj! Az kamera. Nem. Valahol pedig erre volt. Picsába, nem fogom megtalálni. Ott fent is van egy. Oda hogy megyek föl? Ó, felmegy ez. Nem, nem megy föl. Itt. Le, ne rohanj. Ne! Még HP. Nagyon jó. Az a baj, hogy most meg ki fog sütni a nap. Ott is csillog valami, az volt a kamera. Valahol... Én itt a távolban is láttam ám. Valami csillogót, és ez szerintem nem kamera. Bár mondjuk lehet, hogy pont ezt vettem most fel. Na. Erünk tolassan vissza. Nyugalom, 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 nincs semmi pánik, nyugi. Valahol arra. Rohadjak meg, hogyha most meg fogom találni. Jaj, mennyi a már? Biztos vagyok benne, hogy itt van valami. Megnézzük. Nem föntről. Itt az esőben... Láttam ám. Látom ám. Látom, ott van. Az esőben, meg a sötétben láttam, hogy ez itt csillog. Az ott. De ne... Hülye! Nehezedre esne oda felugrani? Úgy. Oda, ugorjál fel. Oda, úgy, úgy. Fogd meg! Nagyon jó, fura ugrás volt, de sikerült. Van-e még itt a közelben? Mutasd! Forog körbe kamera, mutasd, hogy van-e még itt ilyen oltár. Majd meg lehet füstölőzni. Au. Tudjátok, mit találtunk már régen? Szobrot. Szobrot már rég találtunk. Na mindegy. Hol van a házikom? Az ott parkoló, parkoló, parkoló. Ott a lakás. Hány az óra egyébként? Egy óra. Jó, tudjátok mit, srácok? Itt és most kimegyünk ide az útra. És most nem lakás meg ágy mellett fogjuk befejezni a videót, hanem itt kint a város közepén. Itt, mondjuk. De elvileg itt egyébként lehet is menteni a játékot, nem? Mentés, betöltés, itt van. Mentés. Csináljunk egy mentést. Jó srácok, ennyi lett volna mára az alvókutyák, legközelebb találkozunk. Sziasztok!